Nos, sőt, mindenkinek megérkezett a PCX-ből az MSI GTX 1060 típusú NVIDIA-s videókártyám, és ennek a kibontása fog következni. Hát most külön direkt nagy dobozban rendeltem, meg háztól házig garanciával. Hát azért már mégiscsak. Okay. Eléggé este van, tehát 17 óra 40 fele van az idő, és hát mivel kint eléggé, hát hogy úgy mondjam, hűvöskés a levegő, mondhatjuk, hogy úgy is nyugodtan, hogy hideg van, ezért aklimatizálódik egy kicsit a kártya. Egy jó két óra hosszáig. Ne. Ó, hogy a macska az nem bír magával, megmutatom, hogy itt van a kártya. Ugye GeForce Armor. Nos, hát akkor a hátoldal, hát hogy a kamerát lentebb kellene állítani egy kicsit. Most már, mert ugye megmutattuk a lényeget, hogy milyen szép nagy dobozban érkezett. Oké, hát ugye VR-ra fel van készítve, vagy magyarosan VR-re, ami virtuális. Hát olyan ez, mint a tévéknél a 3D, egy idő után fog csengeni. Nem a VR miatt vettem meg, hanem azért, mert a Battlefield 1-hez szükségeltetett, ugyanis a jelenlegi AMD R7-370 az gyenge, eleve gyenge ahhoz a processzorhoz, ugye egy Intel i5 6600K proci van a rendszeremben, szóval eleve gyenge ahhoz az a videókártya, de ugye az egy 2 GB-os kártya, és nagyjából a GTA 5 meg mivel is szoktunk még, hát ugye Company of Heroes 2, tehát ezekhez elég volt, nem igazán éreztem egészen addig a hatását a gyengeségének, ameddig úgy nem döntöttem, hogy megveszem a BF1-et, mert a BF1-nél ugye jelezte, hogy hát alacsony az FPS. No, tehát nézzük, így van ilyen a kártya doboza előről. Ez az eddigi legdrágább kártyám. Hát körülbelül 3-4-szer olyan gyors, mint a jelenlegi R7 R370, ami éppen a vaterán ül. Na, még most ott van a gépemben, egészen addig, ameddig át nem szerelem, ugye? Nézzük akkor. Érdekes, hogy nem volt leragasztva. Nem baj. Oké. Néztem egyébként olyan videókat, amik ilyen kicsomagolós videók. Tehát ahogy mondtam, ez ugye eleve háromszor annyiba kerül, mint az R7. Durván számolva, ebben lennie kell egy matricának, hogy majd felnyálazunk a gép oldalára. Úgy, itt is van. Hát ugye a driver lemez, ez az eddigi legdrágább videókártyám. Mindennel együtt 90
5000 forint alatt volt egy picivel, mert maga a kártya 91000 forint, a háztól házig garancia, meg a szállítási költség. Tehát 3x4-szer olyan gyors, mint az R7 370, és hát az ára is ennek megfelelő. A TDP-je viszont 120 watt, még az R7 370-nek 150 watt. Ami azt jelenti, hogy az R7 megzabál 150 wattnyi áramot, és közben még tettő lassú is hozzá képest. Hát ugye van itt egy hogyan üzemeljük be típusú használati útmutató. Igen, elsőnek csomagoljuk ki, ez ugye mindenféle nyelven van, fogadjunk, hogy magyarul nincs, nem mint hogyha nekem gond lenne, de van magyar is. Ha. Jó, na oké, na nézzük mit ír. Itt írja, hogy a csomag tartalma, grafikus kártya, illesztőprogram, CD használati utasítás. Rendszer követelmények, bővítő nyílás, alaplap egy vagy több PCI Express X16 foglalattal, monitor bemenet, amelyek meg egyeztetek a videókártya kimenetével, operációs rendszer Windows 7 vagy újabb, hát nekem Windows 10, 64 bit van, meg 30 GB RAM, optikai meghajtó, kiegészítő szerszámok, keresztfejű csavarhúzó, hát ez ugye a csillagcsavarhúzó, ezzel a telepítés nagy részét el lehet végezni. A mágneses fejjel rendelkező csavarhúzó jobb választás. Fogó, ezt kiegészítő eszközként lehet használni, a tárcsatlakozó kihúzásának, a tartókerekek eltávolításánál, gumikesztyű, ez megakadályozza, hogy megvágja magát, és elektrostatikus kisűrést okozzon. Hardware telepítés, kapcsolja ki a számítógépet, és vegye el a számítógéphez vederét, távolítsa a végé a kártyához való szabad hozzáférést, esetleg gátló keretet tegye a kártyát közvetlenül a PCI Express kártyafoglalat fölé, és először illesse az egyik végét a foglalatba, óvatosan, de határozottan nyomja be a másik végét, amíg tökéletesen nem illeszkedik a foglalatba, rögzítse a kártyát egy csavarral, csatlakoztassa a 6-8 érintkezős tápcsatlakozót a szükséges, ez 8-as érintkezőben is szükséges lesz, helyezze vissza a federet, ugye egy Corsair RM 550X a tápegység, kapcsolja be a számítógépet, igen, helyezem be, hát még előtte, azt itt nem írja, de előtte még el kell majd távolítanom az AMD kártyát, meg az AMD-nek a driverét. Na. Oké, itt van egy ilyen regisztrációs lap, tehát azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy ez kétszer olyan drága, mint az eddigi legdrágább kártyám, ami egy 6850-es volt még 2010-ben. De ugyanakkor felkapom a másik villanyt is. Hát, hogyha... Ad egy kis extra fényt. Tehát, de azt akartam mondani, hogy ugyanakkor a 6850-hez én annak idején kaptam a Deus Ex-et, ami azért egy 11000 forintos játék volt, és a kártya volt 2010-ben vásárolva, és ehhez meg nem jár semmi. 1070-hez, és ugye 90000 forint, az 1070-hez már jár néhol a Mafia 3. Hát megmondom őszintén, hogy a Mafia 3 annyira nem foglalkoztat, ráadásul eléggé érdekes értékelései lettek annak a játéknak. Persze azért, hogyha járt volna hozzá, beaktiváltam volna Steamen. Maga a kártya az egyelőre így néz ki, meg a jövőben is így fog kinézni, csak látható, hogy ugye a nyákat nincsen fedőburkolata, látva nem gond, eddig még egyik VGM-nál sem volt ilyen, csak hát ebben az A-szegmensben azért elő szokott már fordulni. Na, a lényeg az, hogy most pihenget a kártya, itt látható, hogy le van szépen ragasztva a PCI Express-nek a sínje, tehát pihenget a kártya, most van 17 óra 47, hát 17 óra 30-tól számolom, egy jó 2 órát, vagy inkább 3-at, és utána
majd még lesz egy méret összehasonlítás a régi kártyámmal. Addig is mindenkinek minden jót, folytatás a következik, sziasztok!